Soklattunk már nincs, lesz még a két Jani, az nyári, lesz Luci, Ribizli, Dani nagy, egyik olasz sődike, Dani újkanca, Natali, ez lehet, hogy ennyi. Jó van, hogy siet. Még egy kört rappolunk, és majd innen galop. Hogy figyelj erre, tudod, néha kiakasz, nehogy... Az is figyeljen, igen. Mind volt padikba különben, mindegyik. És most van egy kis, ugye, azért trappot azért legyen, és utána galop. Pali, itt átsétálunk, és galop! Csak annyi, azt mehetünk, majd megfordulunk, másik kéz is. Hopp! Séta! Pici séta, átsétálunk. Hoppá, jó, jó, jó. Séta! Redik. Kis séta, és fütyülök, már indulhatunk, trap, galop. Utána nem. De azért figyeljetek, itt nagyon lassan, mert azért csak csúszhat, vagy akármi. Hol van? Hallottam. Merre van a patkó? Itt a legszélén. Hogy van itt egy patkó? Várjál. Itt van, itt. Jó, ott azon az, jó. Oké, trott galo. Oké, drágám. Jó, tudom, és most hallottam is, ha így van. Nem tudom, az ilyen vas patkó. Na, van itt annyi patkó leesik. Persze nem biztos, hogy tőlünk is lehet. Azért mások is járnak ide, megmondom őszintén, nagyon szeretem ezt a részt itt. Olyan szépen lehet türelmesen, okosan, fokozatosan dolgozni, pláne bébikkel. Ő nekik azért, ugye ez az első olyan benyomások ugye az élethez. Úgy kezelem őket, mint a gyerekeket. Nem tudom, én gyerekeimet hogy neveltem, jó-e vagy sem. A lovakat is így nevelem, a lovakkal lehet, hogy jobban bírok, szerintem. Szerintem igen. A lányaimmal sincs bajna. Az más, hogy imádom őket. Nézd meg a liszteres, hogy menne. Jó, és vannak ezek a kanyarok is, ez is jó, mert tanulnak, egyensúlyfejlesztés, én nagyon szeretem. Hopp, jött egy. Számolgatom, hogy hány lovunk van, innen lesz 2. Olasz 3, Dani 4, Natali 5, Ribizli 6, Luci 7. Hát, lehet, hogy ennyi. Gondolkodom, de... Lehet. Pali, még egy kör, itt megállunk, megfordulunk, és másik kéz. Trappolj ki a mocsár után fordulunk. Jó lesz, trappocska. Átrappolni a mocsáron, és megfordulunk, másik kéz. És majd terepre megyünk haza, a stargépen kétszer átsétálunk, megpróbáljuk. Ne dobd le, ne! Ne, így dobtok le a takarót is, azt eltűnt. Semmit ne dobjatok, ott van a kezedbe, oda van ragasztva. Még a lakásban se szeretem, ha ledobátok valamit, tudjátok. Halálom.
rehányságot, nem bírom. Én úgy nem fekszem le, hogy a mosogatóba ott valami elmosatlan edény legyen. Egy ilyen megszokás. Kész. És nincs gondom, reggel tiszta izével jön, minden tiszta. Csili-vili. Most a gáz egy picit nem annyira tiszta, de épp, hogy egy kicsi valami van ott. Nagyon jó, átértünk trap, és akkor megint szépen galocsasz. Ma nyugodtabb, nem? Őt mondom, a sárgát. Jó fej, ugye, olaszka? Jó, nagyon. Ha nem is nyom, valami étől ott nyomott. Hál' Istennek meg lett csinálva pata. Ravika? Tündér? Hát úgy néz ki. Nem, bár nem. Ez a Betlen Gabi bácsi. Nem titok. Oké, ajde. Menjetek, drágáim. Utcsó kör, Pali! Igen? Utcsó kör! Ja, jó, még egy kör! Így van! Szegény Sári, hogy trappol neki, nem, mert beugrik az. Na. Jó az, na utcsó kör, itt feltartanak, kitrappolnak, mocsár után. Vaj, belejön. Eszméletlen, intelligens tündéri brigád, olyan szépen csinálják a dolgokat. Meg is érdemlik a finom hamikát. Ugye kapják a predmixet a Bélisztől, fantasztikus, imádják. Délbe és estére is van neki répácska, sok széna, zab. Ugye most már azért fő van nekik emelve korrektül. Ehetnek. De hát azért mennek ám, azért kétszer kim vannak naponta. Ugye egy a megszokott, de ugye kim vannak reggel. Jó, kitrappolunk. Gyere, jó, kitrappolunk! Gyere a mocsár után balra is ott terepre ki! Aha! És itt ott föltartunk, balra kifordulunk, megyünk. Ja, értelek, igen. Ennyi. Jó, van trappot is, de kentrézett is jó ez. Balra, Pali, balra! Bal, bal, bal! Bal, azaz! Nagyon jó! Mindig, úgy, itt fordulj egyet, Pali! Így, és megyünk oda, terepre ki. Úgy, gyere! Úgy, úgy. Így van, így van, így van. Tökéletes. Mehettek, Palikám, mehettek. Majd az jó lesz, tudod mi van, amikor kérdezik a gyelevek. Hú, meg, sistereg! De nem majd, mert Pali elment a kopába, nem úgy. Állítsa le a motorcsikára, mikor neki mondhatod ezeknek! Átmegyünk startgép! Illetve próbál, én mindig így mondom, megpróbáljuk. Nagyon szemtelen volt. Igen, a kis utcutka, mert nyomban van túl sokat kajával. Ravenska, tündér. Jó. Na? Nem. A Translink miatt? Nem. Kis lelkes lányaim már 6-kor hívogattak, hogy apa, gyere, értünk. Jó.